és már is köszöntöm a stúdióban Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert, és a Mindenki Magyarországa mozgalom, valamint a Mindenki Magyarországa néppárt alapítóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó reggelt kívánok, és ma reggeli kérdezőtársunk a Mandiner újságírója Bokor Gábor. Szervusz, tiéd az első kérdés. Jó reggelt, köszönöm szépen. Polgármester úr, hát másfél éve volt a választás, amelynek miniszterelnök jelöltje volt, és ott bebizonyosodott, hogy az ellenzék a nagy összefogással nagyon nem jutott előrébb, mint 2018-ban. Fél év múlva újra választások lesznek, és borítékolható, hogy Karácsony Gergely újraindul Budapest vezetésért. Mit tud arról, hogy most fogják-e külföldről támogatni Karácsony Gergely kampányát esetleg? Sajnos semmilyen információm nincs erről, de nagyon sok sikert kívánok Karácsony Gergelynek és az ellenzéknek Budapesten is. Sajnos mire vonatkozik, hogy nincs információ? Sajnos nincs vagy információ. Arra, hogy sajnos nem tudjuk, hogy tudják-e támogatni. Igen. Hát nagy különbség az, hogy még Orbán Viktor Soros támogatta, és a Fideszt, mint pártot Soros támogatta annak idején, meg az Európai Néppárt Alapítvány és hasonlók, bennünket csak külföldön élő magyarok támogattak, még a titkosszolgálat sem tudta bebizonyítani az ellenkezőjét. 500 millió forint apró pénzbe összejött külföldi adományokból, ezt még mindig úgy tartja, hogy ez egy helyes teória? Nem, ezt még egyszer mondom, én csak a Mindenki Magyarország a mozgalomnak a támogatásáról nyilatkozok, az, hogy Karácsony Gergely mit csinált, arról nekem nincs információm. Ugye a szuverenitásvédelmi törvény, ha átmegy a jelenlegi formájában a többségen, akkor az a támogatási modell, amit az ellenzék, hát sokak szerint eltanult a kormánypártoktól, az nem lesz működőképes. Teljesen más az a modell, amit a kormánypártok végeznek, amikor lopott közpénzből és a közmédia használatával kampányolnak. Mi az ellenzék a mostani hírek szerinti szuverenitási törvénynek is tökéletesen megfeleltünk, hiszen a pártokhoz nem jutott külföldi pénz, ezt még a titkosszolgálatok is megállapították. Igen, ő most folyamatosan a Mindenki Magyarországa mozgalma pénzügyeit bizonygatja, de hát ugye itt a nagy választási összefogásban az ellenzéknél volt a 99 mozgalom. És az sem párt. Én ezt értem, de azért nem érez felelősséget, hogy onnan milyen adományok jöttek, mert ezt végső soron ön támogatták. Nem, egyáltalán nem, az az előválasztás. 99 mozgalom egyáltalán nem volt aktív a választási kampányban. Karácsony Gergely mögött álltak az előválasztás során. Onnan semmilyen pénz nem került a mi mozgalmunkhoz, vagy az ellenzéki kampányhoz. De, és én nem is a múltról beszéltem, hanem a jövőről. Tehát, hogyha ezt így elfogadják, akkor pártok mellett álló civil szervezetek sem kaphatnak külföldi támogatást, és a kérdés az az, hogyha belföldről nem merik, mert ugye önök ezt mondják, hogy nagyvállalkozók nem merik támogatni az ellenzéket, külföldről meg nem lehet, akkor honnan lesz forrás? Hát nyilván a Fidesz évek óta azon dolgozik, ugye három nagy ellensége a Fidesznek annak idején, a Soros, Simicska és a Norvég állam. Mi köti össze ezt a hármat? Ez a három a Fidesztől független egységeket, szervezeteket támogatott. A Fidesz évek óta azzal foglalkozik, hogy az ellenzéktől mindenféle pénzügyi forrást megvon. Ez a folyamat megy tovább. Egy diktatúrában lényegtelen kérdés mondhatnám azt, hogy most mennyi pénzből hogyan kampányol az ellenzék, hiszen a választási rendszer automatikusan azt adja, hogy mindig a Fidesz fog nyerni, meg az az óriási előfölény, amivel már eleve rendelkezik a Fidesz. Tehát ez mellékes kérdés ahhoz képest, hogy mikor lesz esély egyszer egy olyan választást rendezni Magyarországon, ami valóban szabad, és nem automatikusan a Fidesz fogja megnyerni. Ön hogyan látja azt, hogy azokkal, akikkel összefogott a miniszterelnök jelöltsége idején másfél éve, hát most közöttük az ellenzéknél elég komoly perpatvar van, Ungár Péter, ön, Donát Anna és a DK furcsa négyszöge között? Hát én továbbra is azt látom, hogy az ellenzéknek egy jó részének Rogán Antal csapata mondja meg azt, hogy miről beszélhet és miről nem. Vannak olyan árulók az ellenzékben, akik teljesen a Fidesz hatáson vannak. Tudna nevesíteni? Ungár Péter például természetesen. Tehát Ungár Péter nem azon dolgozik, hogy hogyan lehet rendszert váltani, hanem megmagyarázza azt a hazugságot az embereknek, hogy itt tulajdonképpen demokrácia van, és egy jobb jelöltel, meg jobb programmal, majd 26-ban le lehet váltani Orbán Viktort. Nem. Ha nem lesz rendszerváltás Magyarországon, akkor nem lesz kormányváltás sem. A választási törvény, az alkotmány és a média viszonyok azok bebetonozzák Orbán hatalmát nekünk, tehát azon kell dolgozni, hogy ezeket megváltoztassuk. Az a kérdés, hogy mennyiben segíti az ellenzék együtt dolgozását, a Fidesz leváltását az, hogy például árulónak nevezi Ungár Pétert, miközben ő azt mondja, hogy ön például nem az. Ez a vélemény egyébként szembe megy Némely Fórum nézők véleményével, mert hogy ők megelélegezték, hogy ön amikor felbukkant, akkor egyértelműen a Fidesz érdekében bukkant fel, és azt tulajdonképpen, hogy Dobrev Klára nem indulhatott el, az az önök úgymond füstös szobájában megszületett alkunak következménye, és ezt az árulás legnagyobb jeleként értékeli.
Ez egy DK-s legenda, valahogy meg kell magyarázni a DK-nak a saját híveinek, hogy miért nem a DK nyerte az előválasztást, pedig viszonylag egyszerű, a DK-nak soha nem volt az ellenzéken belül sem többsége. Ez viszonylag egyszerű, azt gondolom, amikor a Fidesz immár 15 éve felépítette ezt a narratívát, hogy Orbánnál is nagyobb rossz Gyurcsány, és ez tartja a Fidesz hatalmon, akkor világos, hogy az ellenzéknek akkor volt a legnagyobb esélye, hogyha nem Gyurcsány Ferenc vagy felesége indul az össz ellenzék jelöltjeként a tavalyi választáson, ebben értett egyet az ellenzéki szavazóknak a többsége, a kétharmada, közel kétharmada. És az árulózás? Én azt gondolom, hogy azt ki kell mondanunk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy vannak az ellenzéken belül, akik a Fidesz hatalmát tartják, Fidesz tartják hatalomban, és ezekkel az emberekkel legalábbis az ellenzéknek szerintem nincs dolga a jövőben. Azért, ellenzéki mert emberek ne szavazzanak Ungár Péterre. Ellenzéki politikusokat és ellenzéki pártokat kritizál valaki, ellenzéki oldalról lettől már áruló lesz. Azok, akik nem a kormányt akarják leváltani, hanem az ellenzéket szidalmazzák, azok a kormány érdekében cselekednek, tehát nem ellenzékiek. De ha jól értem, akkor egyszerre cselekszik a kormány érdekében Ungár Péter, és egyszerre dicséri Gyurcsány Ferencet, ami egy, hogy is mondja, elég széttartó politikai nem, stratégia. Ez egy ugyanaz a logika. Tessék elképzelni, amíg Gyurcsány Ferenc az ellenzék, addig a Fidesz nyugodtan hátradőlhet, ezt ők mindig igyekeznek előállítani, és ebben közös az érdeke Orbán Viktornak, Gyurcsány Ferencnek, és nyilván ezt az érdeket szolgálja most Ungár Péter is. Hogyha önök autoriterkedéssel vádolják Orbán Viktort, már pedig azt mondják, hogy onnan nem lehet kibeszélni, akkor mennyivel jobb egy olyan ellenzék, amit belülről se lehet kritizálni. Mert ő most azt mondja, hogy aki kritizálja az ellenzéket, az áruló. Nem. Én napestig tudom kritizálni az ellenzéket, időnként szoktam is. Akkor ő miért nem áruló? De soha, ez egy diktatúrában, 80-as évek az egy olyan soft diktatúra volt, mint most, kivéve, hogy akkor a Hofi bemehetett a köztévébe, most meg Bödőcs nem. Tehát most egy kicsivel szigorúbb a helyzet. Kutyapárt némileg azért betölti ezt a funkciót. Most Kutyapárt sem mehet be évente, nem tudom, két percre, vagy mennyire? Kutyapárt sem mehet be a köztévébe, azt a néhány percet leszámolva. Tehát gyakorlatilag, aki egy autoriter rendszerben diktatúrában, bárhogy hívjuk is ezt, az ellenzéket hibáztatja azért, hogy diktatúra van, az mondom, vagy ostoba, vagy a rendszer fönntartása érdekében kommunikál, igen, áruló. Ungár Péter nem mondott ilyet, most mi nem vagyunk az ő fogadatlan prókátorai, de tényleg, tehát annyit mond, hogy a Momentum, vagy a DK, vagy mások betarthatatlan ígéretekkel kampányolnak. És? Ettől mi lesz valaki és áruló? Hogy, és hogy bocsánat, és hogy a választási kampányban ez nem egy valós alternatíva, hogy az ellenzék képviselői jobban szeretnék a fideszes adórendszert, csak azt állítják a Fideszről, hogy nem demokrata. Például ez már a hazugságok tengerre jött, amit Ungár Péter ebben, amely természetesen a választási kampányban tökéletes adóprogramunk volt, nem igaz, hogy nem volt adóprogram, és én egy valamihez ragaszkodtam, hogy adó emelésről nem lehet szó, hiszen akkor a Fidesz propagandai, és nem azért nem elvi okokból, gyakorlati kérdés volt az, hogy tudjuk, hogy a Fidesz azzal kampányolt volna, még így is szerepelt ez a kampányban, hogy az ellenzék, ha nyer, akkor adóemelés lesz, akkor rosszabb lesz a választóknak, ne szavazzanak az ellenzékre. Ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy nem lehet adóemelés az ellenzék programjában. És mit szól ahhoz, hogy itt a nagy csörtébe azért az ellenzék támogatottsága nemhogy nem nő, de zuhan? De örömteli az, hogy a Fidesz támogatása is zuhan. Azt gondolom, hogy éppen ideje van, hogy éppen ideje annak, hogy az emberek, a Fideszt korábban támogató emberek rájöjjenek, hogy Orbán Viktor másfél év alatt az összes választási ígéretét megszedte, meghazudtolta. Most még Csáddal együtt katonákat, magyar katonákat küldt külföldre háborúba, miközben azzal nyerte meg a választást, az volt a kétharmadnak az oka, lehet, hogy a gyurcsányozással megnyerhette volna egyébként is, a háború pártisággal vádolt ellenzékkel, azzal lett kétharmada. Ő azt a hazugságot terjesztette, hogy mi magyar katonákat küldenénk külföldre, most Orbán Viktor magyar katonákat küld külföldre. Ez a kérdés elsősorban belpolitikai jellegű volt, hogy amit most újra megismétlem, mert nem volt rá egyértelmű válasz, hogy az ellenzék támogatottsága nem nő. Ön szerint ez a fajta politika, amit most képvisel, az félrevezető. Elnézést, de a demokratikus koalíciónak és a Mi Hazánknak nőtt a támogatottsága, ha nem mérhető módon is, de nőtt. Jó, tehát ezeknek semmi jelentősége nincs. A határon belüli. Egy diktatúrában nincs jelentősége annak, hogy az ellenzéknek konkrétan most 1%-a alacsonyabb vagy magasabb a támogatottsága, azt a rendszert kell megváltoztatni, ami nem engedi, hogy Orbán Viktort leváltsuk. Tehát nekünk mindenkinek, minden ellenzékinek, sőt a becsületes fideszeseknek is egy célja kell, hogy legyen, hogy Magyarország egy demokratikus jogállam legyen. Amíg ez nem változik meg, amíg rendszerváltás nem lesz, addig kormányváltás sem lesz. Picit olyan, hogy olyan kérdésekre, amire valójában nincs meg az ellenszer, ott az a válasz, hogy diktatúra van,
Egyébként meg azért az ellenzékön is eljátsza, hogy itt demokrácia van, mert éppen alapított egy pártot. Igen, de egy pártnak kötelezően pártot kellett alapítsunk, mert az európai parlamenti választáson csak pártok indulhatnak. Az európai parlamenti választáson és az önkormányzati választáson sem lehet leváltani Orbán Viktort. Tehát itt milyen ellentmondás van, hogy azt mondom, hogy egyébként ez egy diktatúra, ahol Orbán Viktor hatalmát szolgálja minden, és egyébként alapítunk egy pártot, hogy az európai parlamenti választáson elindulhassunk. Csak Ungár Péter lát ebben bármiféle ellentétet. Igen. Hát akkor az de már egy más az, hogy Orbán Viktort nem lehet leváltani, az nem azt jelenti, hogy mi nem akarunk elindulni, mondjuk Hódmezővásárhely önkormányzati választásán. Ott nem lehet leváltani Orbán Viktort. Kicsiben demokrácia van, csak nagyban van diktatúra. Vannak olyan választások, ahol van esély az ellenzének győzelemre, és van, ahol csak a második, harmadik helyekért megy a küzdelem. Akkor mégiscsak demokrácia ez? Nem. Egyetlen nem demokrácia, ne haragudjon. Amikor 5 percet adnak 4 év alatt az ellenzék miniszterelnök jelöltjének megszólalni a köztévébe, és előtt 5 perccel, utána 5 perccel folyamatosan hazudoznak a programjáról, az nem demokrácia. 100-szor annyi pénzből gazdálkodik a Fidesz, 10-szer annyi óriás plakátja volt, és nem a pénz, hanem a lehetőség hiányzott az ellenzék számára, ez nem demokrácia. Majd ha az ellenzék a saját programját saját maga ismertetheti a köztévében és a nyilvánosság előtt mindenütt, és nem a Fidesz hazudodik róla, az lesz a demokrácia. Egy konkrétat kérdezhetek? Szóval, hogy Miskolcon ugye van egy sajátos helyzet, hogy két ellenzéki párt is más jelöltben gondolkodik, mint az eddigi egyébként. Ha felméréseket nézzük, nem rosszul szereplő polgármester. A többi párt ön szerint támogatja Veres urat. Az a kérdés, hogy miért gondolja azt, hogy az előválasztás lehet a megoldás, ha ilyen ellentétek vannak az ellenzéki pártokon belül, hogy lehet megállapodni? Hát most ön kimondta mind a kettőt, tehát én azt mondtam először is, hogy állapodjanak meg az ellenzékiek. Hát nem kell előválasztás, hogyha meg tudnak állapodni. De ha nem tudnak megállapodni, és két külön jelölttel indul az ellenzék, két meghatározó nagy tömbje, akkor az a Fidesz győzelmét borítékolja. Azok az ellenzékiek, akik ezt kockáztatják, és Miskolcot, az egyik sikeres ellenzéki várost a Fidesz kezére játszanák, azok szerintem igenis árulók. Az ellenzéknek tehát két lehetősége van, vagy megállapodnak most, vagy egy előválasztáson dől el, hogy ki fog indulni, ki az esélyesebb a Fidesz ellenében Miskolcon. Aki ezt nem teszi meg, és esetleg előválasztás nélkül, megegyezés nélkül két csapat el fog indulni Miskolcon egymás ellen, az szándékosan a Fidesz kezére játsza Miskolcot, tehát nekem áruló. Ön szerint az előválasztás jó formula-e még a mai napig, látva azt, hogy tényleg milyen belpolitikai harctérek mennek a kisebb városokba, kisebb településeken? Ön szerint mikor kell megtartani az előválasztást, és ha Hódmezővásárhelyen lesz, akkor elindul-e? Természetesen elindulok, és Hódmezővásárhelyen is készen állok az előválasztásra. Azt látni kell, hogy az elmúlt 13 évben a Fidesz ellenében az ellenzéknek a legnagyobb innováció és a legsikeresebb projektje az előválasztás volt. 13 év alatt egyetlen egyszer volt támogatottságban erősebb az ellenzék, mint a Fidesz. Egyetlen egyszer volt esélye arra, hogy leváltsuk Orbán Viktort, az előválasztás végén volt, pontosan. Csak akkor, egyébként soha. 800 ezer ember vett részt az előválasztáson, ez még az Egyesült Államokhoz képest is óriási teljesítmény. Ott ugyan évtizedek óta van már előválasztás, de sokkal kisebb arányban vesznek részt a választópolgárok az előválasztáson. Nyilván nem véletlen ezt az időpontot fogalmazta meg, mert onnantól kezdve ez az esély csak amortizálódott. Így van. Mert hogy a kritikusok szerint az előválasztás éppen egy olyan modellt eredményezett, amelyben volt egy miniszterelnök jelölt, ön, akinek gyakorlatilag a legsúlyosabb konfliktusai a mögötte álló pártokkal voltak, nem is a Fidesz-szel, és viszont. Nem nekünk a Fidesz-szel. Sokan azt mondják, hogy ez a modell pont nem az, amivel érdemes szembe menni a Fidesz-tel, és egyébként plusz egyéni körzetet nem hozott ez a verzió az ellenzéknek, szóval, hogy ez lehet, hogy ott október végén sikeres modellnek tűnt, és utána elvesztette a sikerességét, mert élesben nagyon pedig fontos, nagyon rosszul vizsgázott. Nagyon fontos tisztázni, hogy mi volt ennek az oka. Tehát ugye a két másik jelölt szemben az én előnyöm az volt, hogy én rólam még Hollik István is azt mondta, hogy én nem vagyok Gyurcsány embere. Bocsánat, mikor megnyerte, akkor már az volt? Amikor a Fidesz elkezdte, amikor én megnyertem, onnantól kezdve a Fidesz elkezdte azt hazudni, hogy a Gyurcsány megverte, megverte Gyurcsány Ferenc feleségét, és ennek ellenére a Gyurcsány Ferenc embere lett. Hát erre képes, ez ugyanaz, mint a háborúpártisággal vádolni, vagy éppenséggel azzal, hogy el akarjuk zárni a gázcsapokat, amit soha nem nyilatkoztam sem én. Azt hiszem egy ellenzéki volt egyetlen egyszer valamelyik műsorban, a sok száz, sok ezer ellenzékiből, és mégis ezt hazudta a Fidesz propaganda. Itt a propaganda erejében van a Fidesznek a titka, bárki más nyerte volna az előválasztást, pontosan ugyanez történt volna, Gyurcsány embere lett volna és háborúpárti.
Na jó, de szóval, hogy alapvetően azért abban talán egyetértünk, hogy a fideszes kommunikáció ki tudta használni azokat az ellentéteket, amelyek feszültek ön és az elvileg ön támogató pártok között. Nem ezt használta ki, elnézést, tehát még egyszer, a Fidesz propaganda azt hazudta, hogy mi átműtetnénk az óvodás gyerekeket kislányból kisfiúvá, és elvinnénk őket meghalni Ukrajnába. És valójában ezzel nyerték meg az újabb kétharmadot. Jó, de hónapokig erre nem értettek egyet egy választási programban, de a hírek szerint egy plakátszínében mentek kampányolás helyett. Programja. Hát nekünk volt egy tökéletes, de most azzal versenyeznek, hogy egy Fidesznek nem volt programja, tehát nehogy azt mondja valaki, hogy a program miatt buktuk el a választást. Tökéletes program volt, konszenzusos program, nem volt ilyen, nem, hogy 13 év alatt, előtte se. 33 éve volt a rendszerváltás Magyarországon, azóta soha nem volt ennyire jó programja. Hát azért azok a plakátok, hogy csináljuk, de jobban, ugyanezt megcsináljuk, de jobban, az összes fideszes politikai elemek. Semmi jelentősége nem volt ennek, András. Az egyetlen egy faktor, ami miatt a Fidesz választást tud nyerni, most beszámítva azt, hogy a rendszert így építette ki, az az agymosás, a propaganda gépezet. Teljesen mindegy, hogy mi mit raktunk volna ki, különösen miután a háború elkezdődött, a háborúval vádolás az önmagába hozta a Fidesznek a győzelmet, meg a gyurcsányozás hozta, bár teljesen mindegy, hogy valóban volt olyan plakát, amit én se szerettem, én se raktam volna ki, ez az önálló oktatási és egészségügyi minisztériumot, nem hiszem, hogy emiatt szavazott valaki a Fideszre vagy az ellenzékre, de nem, semmi jelentősége nem volt. Nem, abszolút nem ezen múlott. Azon múlott, hogy a magyar lakosságnak igen jelentős része elhitte ezt a blödséget, hogy átműtenénk az óvodásokat és elvinnénk őket meghalni Ukrajnába. És ezt akkor is hazudta volna, hogyha más lett volna miniszterelnök jelölt, akkor is hazudta volna, hogyha egyáltalán nem lett volna programunk, ha csodálatos programunk lett volna, teljesen mindegy. Csodálatos programunk volt, de nem, semmi jelentősége nem de volt. De hogyha most akkor a helyzet nem fog változni, mert hogy nagyjából ez lesz az irány, hát akkor most így mit mond a választóknak, hogy miért menjenek el egyáltalán szavazni, hogyha hogy az ugyanazok a keretek. Igen, vagy de először is. Ezen a választáson sajnos itt sem nem lehet leváltani Orbán Viktort, de Miskolc vezetéséről igenis tudnak dönteni az emberek. Persze, a Fidesznek Miskolcon is 10-100-szor akkora erőfölénye lesz, de egy kis közösségben, mondjuk Verespárt, nem hiszem, hogy akár Gyurcsány embereként fogják beállítani, akár háborúpártiként, vagy legalábbis, hogy ez sikeres lesz. Meg fogják próbálni, kétségkívül. Tehát Miskolcon igenis meg lehet nyerni a választást, akkor, hogyha az ellenzék nem fordul egymással szemben. Arra is emlékszünk egyébként éppen Miskolcon, hogy a Fidesz érdekében hogyan fordítottak át ellenzéki jelölteket, hogyan lépett le egy nappal a választás előtt az egyik ellenzéki áruló, és hogyan kezdte szidni az ellenzéket. Pontosan tudjuk, hogy a Fidesz ugyanúgy, ahogy a Budapesten egy kétfarkú kutyapártos jelöltet megpróbált megkenni és megvenni, most is lesz ilyen. Persze, lesznek olyan ellenzékiek, akit a Fidesz fog fizetni. Péter, bocsánat, lejárt az idő. Jöjjön máskor is. Megköszönjük, hogy itt köszönjük volt. És a kérdéseket is köszönjük. Köszönöm szépen.